Az emberek mindennapi életében fontos szerepet játszik a közbiztonság. Tamásiban a statisztikák azt mutatják, az előző évekhez viszonyítva csökkent a bűncselekmények száma. Az azon belül struktúra ö, is változott, a közteleten elkövetett bűncselekmények, és akkor most kiemelem itt a garázdaságokat, vagy a közterület Elkövetett egyéb jogsértéseket, ott némi emelkedés van, tehát a köztereti bűncselekmény szám emelkedett, viszont a másik oldalon, a vagyon bűncselekmények, és ez legyen szabásért és ez legyen bűncselekmény, ott tetten érhető. Csökkenés volt, és amit külön kiemelek, bár ezt mindig félvel mondom, hogy ha valamit kiemelek, akkor a másnap már ez nem lesz igaz. Lakásbetörés a tavalyi évben nem volt a másik városában. Szeretem én a szociológiai meg az egyéb megközelítést, mert hát a, a, a rendőr, a rendőri vezető akkor jár el helyesen, nézi a gazdasági folyamatokat, nézi a, a társadalmi kapcsolatokat, de te nyilvánvalóan összefügg azzal a dologgal, hogy hogy valahol nem tudjuk rendezni a konfliktusainkat. E, uram, most nem megyek oda, a konfliktus rendezés egyik legrosszabb eszköze az alkohol, vagy egyéb tudott szer. valahol itt vezethető vissza. A társadalmi agressziót, hogy mi okból, milyen e, okból nem, az, az megjelenik. Családon belül erőszak, egy-egy jól vagy rosszul sikerült pofon, és ez nem bocsánatos bűn. A garázdaság elkövetőit a kapitányság munkatársai a lehető legrövidebb időn belül eljárás alá vonják. Ebben partner az ügyészség. Tehát ha a köszönömről van szó, mert ez, ez társas tevékenység, a rendőri munka, a bűnöldözés és a rendvédelem, akkor ott az egyik első számú partnerünk az ügyészség és nem különböző a Tamási önkormányzat, a Tamási városáról beszélünk. A városvezetés, az önkormányzatok, kölcsönös a tájékoztatás, igyekszünk a kéréseknek is megfelelni, és ők is igyekeznek. Akár egy okos városprogramban, egy városfejlesztési koncepcióban, a megelőzési tevékenységet célzó kamerarendszerek kiépítése, vagy a közlekedési útvonalak átgondolása, közös gondolkozás, a kerékpáros közlekedés támogatása, segítése. A közlekedési baleseteket sebességmérő berendezések használatával igyekeznek megelőzni a térségben, de a tapasztalatok azt mutatják, még ez sem elég elrettentő a gyorshajtók számára. A legák aktivitása az példaértékű, én is úgy gondolom, hogy nagyon jól állnak a dolgokhoz, és de... A 61-es, 65-ös út, vagy egy kicsit Simontornya térségében a 64-es út nagyon nagy átmenő forgalmat bonyolít ez a terület. Elég magas a balesetű számunk, a sérüléses balesetű szám, és sajnálatos módon nagyon magas volt a tavalyi évben is. A korábban tapasztaltakkal megegyezően a halálos balesetű szám. Tavaly előtt, tehát 2021-es évről beszélek, ott négy halálos balesetünk volt tavaly. Őt sajnos már az idejében is volt halálos baleset. Az, hogy milyen eredményű lesz egy, egy baleset, sok összetevője van. Tehát a biztonsági eszközök. És én mindig azt szoktam mondani, hogy soha ne a rendőrtől féljenek. A rendőrség munkatársai a szabályok betartását ellenőrzik, amelyek figyelmen kívül hagyása okozza az akár halállal végződő baleseteket. A biztonsági eszközök használata az életüket mentheti meg. legfőbb baleseti okok országos összehasonlításban itt sem vagyunk mások. A 60% a gyorshajtás, a relatív gyorshajtás, a kanyarodási szabályok megsértése, és az elsőségi szabályok megsértés. Ez a hármasság az, ami a balesetekhez vezet. És amit utaltam, hogy ha ezeket megsértjük, és nem figyelünk egymásra, és nem vagyunk egymás partnerei, a legvége a sajnos tragédiával végződhet. Nem újdonság, viszont a tavalyi évben azért mondom, hogy a statisztika az elsősorban nekünk játszik. Az egyik általunk is legjobban elítél dolog az ittas járművezetés. Tehát a, a tavalyi évben viszonylag alacsony számban volt a a regisztrált bűncselekmények számában. Az idei évben már látható emelkedés volt, és ezért a kollégáim fókusza az ittas járművezetők kiszűrésére és eljárás alá vonására is indult. Ez nem jelenti azt, hogy a sebességmérőkészülékekkel nem lennénk, folyamatosan kint vagyunk. A tudatmódosító szerek, mint mindenhol máshol, ennek a járásnak az életében is megjelentek. Ezért az oktatási intézményekben előadásokkal igyekeznek felhívni a diákok figyelmét ezek veszélyeire. Korábban rendszeres volt, ugye mindenki számára is volt ö, volt a, a, a veszélyhelyzeti dolog, tehát gyakorlatilag a távoktatás, otthonléti oktatás, változott a nyilván a karantén szabályok ö, miatt a jelenlétünk az idei évtől, tehát inkább a, a, a tavaszi időszaktól már újra jelen tudunk lenni, és ebben partnerek az oktatási intézmények, ö, ö, tanári karai, ö, valamint a vezetői, igyekszünk. Ebben a bűn megelőzési tevékenységben is részt venni. Köszönöm a tisztességes lakosságnak, hogy velünk van, és támogatja a munkánkat, és a természetes szövetségesünk a polgárőrség, és Tamásiban aktivitását is köszönjük, és nem különből a közterület felügyeletnek a munkáját, meg az összes felügyeleti szemnek a munkát, hiszen csak közösen lehetünk eredményesek.